Végigmentünk az összes pályán a Shadow the Hedgehogba. 10 boss-t legyőztünk, így 10 befejezést láthattunk. Ebben a videóban megnézzük, mi az utolsó történet. Én már nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy akkor végül mi lett a sztori vége, mi lesz a hivatalos befejezése. 50 év után visszatér a Black Comet, a legjobb nézés ma este van. Akkor itt érkezik az a fekete üstökös, és akkor rajta van Black Doom, vagy... És akkor megszerezte Shadow az összes Chaos Maragdot, de kit győzött le? Most már megnézhetem, és megtudhatom az igazságot a múltamról, mindent. Szép munka, Shadow, a rituálénk kezdődhet, ahogy elterveztük. Add ide a káosz smaragdokat, jött Black Doom akkor, és akkor Shadow mit mond? Most Shadow, wow, itt van mindenki. Shadow, add ide a káosz smaragdokat, tehát itt van Sonic és csapata. Itt van Eggman is, és Rouge is itt van. Wow, várj, de Black Doom azt mondja, hogy bolondok? Mert azért vagyunk itt, hogy megmentsük az emberiséget a saját okozásától. Megoldást és menekülést ajánlunk nekik. Micsoda? Várjál, az ő kapcsiságuk a hatalomért majd el fogja árulni őket, és önmagukat fogják elpusztítani. A saját tevékenységük a kihalásukhoz vezet majd. Wow, azért vagyunk itt, hogy megmentsük őket a tökéletes renddel, és ezek után pedig majd békében él. Mi van itt? És az emberek nagyon jó energiaforrások számunkra. Most akkor fel is akarják használni őket? És Black Doom elrabolja azt a 7... És a Chaos Control... Várjátok! Okay, akkor Chaos Control-lal kiment, akkor megint az... Ja, nem. Itt a Black Comet, hopp, eltűnt. És akkor becsapódik a föld? Nah, ez nem igaz. Hát de igaz. Vagyis hát nem csapódik be teljesen, hanem leérkezett a felszínhez közel, és kijöttek ilyen csápok, gyökerek. Oké, na ez mi volt? Mi történt most? Kérdezi Amy. Azok a fekete lények eltűntek, és Chaos Controlt használtak. Nem, ez lehetetlenség. Ezért kellettek a káosz smaragdok. Na hát, pontosan, tehát Black Doom akkor ezért rabolta el és használta el. Nem, a sebessége nem elég erőteljes, hogy átmenjen az atmoszférán. Ezért kellett a smaragd, ezért kellett a Chaos Control. Teljes erőre fel kell tölteni, ez a tökéletes terv. Ezért volt szükségem a professzor segítségére. Wow. Ez őrületes. Na akkor nézzük itt a visszatekintés. A professzor fejlesztésébe volt az Ultimate Life Force-nak, és szüksége volt az én segítségemre. Szóval megegyeztünk, én segítettem neki, és ő megígérte, hogy elhozza nekem a 7 káosz smaragdot. Így hoztunk létre Shadow, hogy mindkettőknek fogsz segíteni. Oké, én ezt nem hiszem el, szegény. De még Eggman se hiszi el. Elárulta a saját emberét a kutatásért, Black Doomért. Nagy cucc, de nem állhatunk itt és nem teszünk semmit. Igen, csináljuk. Majd én szétszedem azt a sziklát. Knuckles, mi a baj? Mi történt? Wow, Sonic-kal mi a baj? Miért nem mozdulnak? Egy különleges fegyver, ez a gáz, amint kiengedem, az bekerül a véráramodba. Egy pillanat alatt teljes paralízis fogja elérni az idegrendszeredet. A vég már közel van. És akkor mindenki mozdulatlan? Mi ez? Edd meg azokat a finom kajákat, jönnek ezek a kicsik. Nem áll, jó, de megy rájuk, és akkor be fogja falni, vagy mi? Hogy mi van itt ezeket? Nézd csak, hogy csaucsálnak rajtuk. Meghaltam én egyáltalán, Shadow itt van. Ezért hoztunk létre. Kérlek segíts, Shadow. Várjál, Maria is ott van, és akkor jönnek ezek. Várjunk, Shadow. Hoppá! Shadow meg tud mozdulni! És eltapossa! Micsoda? Várjál? Shadow, én vagyok Shadow the Hedgehog, a múltad már magam mögött hagytam, és nem mondhatja meg senki, hogy mit csinálok, elpusztítalak téged, Black Doom. Hí!
Én adtam neked életet, és így fizetsz vissza nekem? Iróniája pedig az, hogy én adtam neked életet, és most én fogom elvenni. És akkor Shadow meg utána szalad. De várj, várj, várj. De várj, de őket meg ott... Ez itt a Last Way. Wohoho, 10 perc? Egy 10 perces tennivaló van itt. Hallasz engem, Shadow? Jó, jó, használjuk Chaos Controlt, hogy bemenjünk. Ez az You Can Do It, ez az. Jó, akkor úgy tűnik, hogy kiszabadultak ők is, nincsen semmi baj, hála az égnek. Na már, hoppá, gyere csak, pattogózzunk így rájuk. Itt van valami befejezés, vagy mi? Itt nincs semmi befejezés, itt csak előre haladás és sima teljesítés. Na kíváncsi vagyok akkor, hogy vigyázz, egy gunship. Na, akkor meneküljünk szerintem. Haladjunk tovább, már csak szerintem ide kell spindeselni. Jó, itt a checkpoint. Hány checkpoint van itt ezen a pályán? Nem túl sok, de azért lesz mit tennünk, igaz? Ja, itt van, ez nyílik, azt győzzük le, egy lövés, két lövés, és utána pedig rá tudunk ülni. Így bizony, jó. Akkor, látom, ez a páncélozott, úgyhogy... Tudunk lövöldözni, de ők is azért eltalálnak, hogy mi jön ott szembe velem? Rakéta? Nem, semmi extra, jó. Menj gyorsabban kicsit. Ne vigyük túlzásba. Maradunk lent. Oda egy támadás. A robbanás is sebesít minket. Szóval azért kell megállni. Ők messziről ilyen hullámokat indítanak felénk. Lehet itt is az lesz a jó mód, amit már alkalmaztam valamelyik pályánál, hogy inkább csak gyorsan végigmegyek a repüléssel. Kulcsot kérünk, ez jobb fegyver, úgyhogy ezt elveszem. Van-e még ilyen ellenfél, mert tőlük akkor lehetne még ilyen fegyvert szedni. Nézzük, várjál, itt megint grind. Jó, és itt kell lemenni, ez ismerős, ilyen pálya volt. Hogy akkor így végig le, csak akkor ott úgy volt, hogy nem alienek voltak, hanem robotokat kellett. Ez valamelyik sötét befejezésnél, már nem tudom melyiknél volt, de emlékszem rá. Várjál, akkor szerintem ezt meg lehet gyorsítani úgy, hogy leugrok mondjuk itt egy szinttel hamarabb, és akkor ide érkezem le. Jaja. Így, okosba. Ja, de ott pont jön egy... Jó, Chaos Control! Jó! Okay. Nyomjuk végig gyorsba, okosba. Úgy. Egyenes, ott a kapuig kell lesz eljutni. Sajnos a Chaos Control nem vitt el odáig. De nem baj, megnézzük, hogy merre. Merre tudunk eljutni oda. 10 lőszer, az nem sok, de hát az átlő mindenen. Inkább lecserélem most már. Jó, ezen... Ó, pont itt lesz! Pont itt lesz ez az ellenfél. De mondjuk ez sem rossz fegyver. Ez jó! Jó fegyver, már nem mondjuk akkor. Menjük szedjük le. Hát ide. Ez nem az a olyan hanghullámos, vagy milyen. Ott nagyobb. Okay. Érdemes le... Várjál. Wow, hát ez honnan érkezett még le? Érdemes akkor szerintem az ellenfeleket legyőzni. Ott a falon akartam. Vagy egyszerűen csak győzzük le őket, és akkor egy újabb Chaos Control, és akkor megint mehetünk előre. Tehát nem is kell akkor ott a platform mozgatással foglalkozni, hanem kb. Csak annyival, hogy legyőzzük az ellenfeleket, mert ahogy legyőzzük őket, a Chaos Controlos csík, tehát itt ez a kék csík itt növekedik, és amikor eljutunk a maxhoz, akkor pedig előre tudunk gyorsan haladni a Chaos Control képesség miatt. Szóval az szerintem az egész jó, csak annyit kell tenni, hogy akkor a fegyverekre is figyelni, mármint hogy a lőszerre, hogy legyen nálunk elég lőszer, mert hát akkor az elég lassú, hogy a homingeteket akarunk használni, csak akkor az tényleg lassú. Újabb Chaos Control, odáig felvisz, tovább a kapun, itt egyenes, ez mondjuk... Wow, az igen! Csúrt, aztán megküldött rendesen. Azt hittem ott a hurkoknál középen le fog engedni, és akkor bajba leszek. De hála az égnek, ez nem történt meg. Jó, itt van egy kis fordulat, itt meg a kilövés, checkpoint. És akkor még 5 perc van hátra.
Menjünk, menjünk. Wow, tudtam, hogy... Várj, akkor egyet ide, oda, aztán ide, és a light dash-re tovább, és utána szedjük le. Hát muszáj most homingetekkel simán leszedni ezt az ellenfelet, de ha egyet legyőztem, fegyver ide, és utána pedig támadás rájuk. Jó, így bizony, de nagyon ügyesen lőnek, és nagyon pontosan lőnek, szóval... Figyelni kell, hogy mi lőjünk rájuk hamarabb, mert akkor ők hátra esnek, tehát az úgy jó utána. Chaos Control, újra, megyünk tovább, itt végig, felülre, ott platformok, most lett volna nehézség, szerintem, hanem homingetek, de ott miért nem a következő ellenfélre? Jó, itt lesz, itt van a következő checkpoint, hát azokat szerintem fel kell robbantani, és utána pedig falon pattogni oda-vissza, mert úgy, most már leérkezünk, erre jön ott az ellenfél, jó, tovább, úgy, már nagyobbak is vannak, lehet vissza kell fordulni még lőszerér, vagy, hát itt a hajóból biztosan jönnek le újra és újra, szóval megint használhatom azt, hogy itt leszedem addig, amíg a Chaos Control elérhető, így, hát ez így amúgy nem nehéz. Jó, Chaos Control már is elérhető, és 136 lőszerre nyomjuk, csapatjuk tovább, ez az, de középre, azok aztán jól be vannak védve. Menjünk, mert már csak 3 perc, itt szélen nehogy ránk essenek, de szélre is esnek, középre is, mindenütt ott vannak. Úgyhogy, pont eltaláltak az a bunkós bottal, hát itt lesz a jó, itt lesz szépen, 3 percnél pittyeget, gyerünk, menj, ott van, megtaláltuk, jó, még volt idő, ez az. Okay, szépen teljesítetted ezt, Shadow, tovább jöttél, mint gondoltam, le vagyok nyűgözve, ezt mondja Black Doom, de még mindig nem érted, igaz? Mit kéne megérteni? A jövő, amit mi ajánlunk, az egyetlen lehetőség az emberek számára. Eleget hallottam már. Halálra untatsz, Black Doom. Elég mérges. De még mindig nála vannak a káos maragdok. Azt hittem, te más vagy, mint a többiek, de nem. Jobban hasonlítunk, mint gondolnád. Ugyanaz a vér van az ereinkben. Ez nem lehet. Bob. Ki vagy te? Hát nem tudod? Az én véremből hoztalak létre. Mit? Így van. Részem vagy, nem érzed? Én tudlak irányítani téged? Nem igaz. Nem tudsz menekülni, és a múltadtól sem tudsz elmenekülni. Légy átkozott, ez nem igaz. A Chaotix csapat! Ez igen, SPO Charmy Vector. Bent vagy már? Csöndet, Charmy Vector, a kedvencem Vector. SPO, fókuszálj! Ha nem sikerül gyorsabban csinálni, elveszítjük az adatokat. Könnyebb ezt mondani, mint megtenni. Elég. Majd én megcsinálom. De mit csinálod? Nekirugott az egész gépnek. Figyelj. Ja, de várj. Hey, működik. Mindenki meglepődött, de még Charmy is. Itt a professzor. Shadow, fiam. Professzor, vennek az odavetíti ki? Ide. Ha hallgatod ezt, akkor a legrosszabb megtörtént. Tudnod kell az igazságot. Itt az igazság. A kormány le akarja állítani ezt a kutató központot. A kormány terve, hogy az egész kutatást megállítsa, és mindenkit börtönbe tegyen, aki tudott erről. Szörnyű hibát követtem el, Shadow. Ez az egész az én hibám, azzal, hogy hozzáértem ahhoz az üstököshöz, Gerald professzor. 50 év múlva a Black Comet vissza fog térni. Azt akarják, hogy elveszik az erejét a bolygónak és elpusztítják, csak úgy lehet megállítani, hogyha ugyanazt az erejét használjuk ellenük, amit ők akarnak mi ellenük. Ez az, brilliáns, Shadow, neked kell, és csak te tudod megállítani
őket. Kifejlesztettem az Eclipse Cannon-t. Ez az egyetlen fegyver, ami el tudja pusztítani a Black Comet-et. Jó. Shadow, te vagy az egyetlen reményünk, hogy megmentsd az emberiséget, ahogy jelenleg élnek. A jövője a bolygónak rajtad áll. Ne aggódj, nagyapa! Shadow és én megmentjük, megvédjük ezt a bolygót, igaz, Shadow? Maria! Gerald, te bolond! Várj. Shadow már az én irányításom alatt van! Ez meg micsoda? Shadow talpra áll! Nocsak. Úgy tűnik, hogy immunis vagy az elme irányításomra. Nem tudsz engem irányítani, Black Doom! Most már értem, hogy miért vagyok én itt. Ígéretet tettem, és azért vagyok itt, hogy betartsam. Ma hátra, magam mögött hagyom a múltat, és csatázunk Black Doom... Wow! Nem Black Doom-a. Legyen úgy, ahogy akarod, Shadow. Legyen akkor. Állj készen, hogy megismerd a készítődet. A múltad, a jelened és a jövőd. Itt ma fejeződik be! Készülj fel a halálra! Mi ez? Búcsút intett Shadownak, és megláthatod a valódi bosszumot. De várjál, odaadja neki, vagy elrabolta, vagy elmenekült, de a 7 káosz smaragddal Shadow újra felveheti. Gyerünk, hadlám! Super Shadow! Let's go! Erről van szó! Na mehetünk, és harc! Neked adtam az életet, és mégis ha ellenem vagy, hát akkor legyen, meg fogsz fizetni. Shadow, hallasz engem? Ki tudtunk menekülni? Jó, menjön, mert vissza... Gyűrűt honnan szedhetnek? Mert ott vannak a nagyobb lufik. Mert itt van a lufi. Hol a lufi? Itt láttam az előbb egy ilyen zöldes... Az négyzetet tartsuk rajta, hogy feltöltsük az erőt. És akkor Chaos Control így neki. Elmenekül. Gyere Shadow. Látod, hogy ott a Luffy? Ott van. Hogy az leesik? Igen, gyűrű kell. Állj vissza. Oda. Ahhoz hogy tudok felmenni? Na. Hát nem. Állj. Ja, tud lőni. Lövöldözni. Így rá tud lőni. Na, építsük fel. Chaos Control! Jó. De ő is elmenekül? Nem sok sebzést tudtam bevinni eddig, nem tűnik nekem soknak. Ja, így tudunk támadni. Ja, jó, és csak spamelni kell. Azt hittem rajta kell tartani. Jó, így most már lesz elég gyűrűn. Oké. Most pedig akkor... Aha, ott a sebzés! Valahogy ott pedig kiírta. Igen, Chaos. Ez az. Chaos Sphere. Azt mondja Sphere. Jó, csak messzebbről kell szerintem. Mármint nekem messzebbről kell beindítani a Chaos Sphere-t. Várjál. Gyűrűket, ez az első feladat. Mindig amikor megjelenik. Gyűrűket felszedjük. Ott van egy, az leesett. Leesnek. Várjál. Chaos. És most itt a gyökés úgy keresztül. Az nem volt jó. Az egyáltalán nem. Mert innen, ha lőjük, az sebzi a szárnyát. Jaja, úgy tűnik. Na várj. Menjünk akkor a Luffy-kér, ott van a másik oldalt. Jó lesz, csak. Küldik. Üldi a támadásokat, elég vadul. Erre közelebb. Elmenekül mindig, hát nem igaz. Chaos Blastet használok, azzal őt sebzi, vagy hát nem úgy tűnik. Erre közelebb megyek, most egy Chaos Blast. Nem, azt valahogy kivédi. Nem baj, akkor ott úgy lőjük le, vagy mi történik. Jó. Túl messze vagy, akkor Chaos Sphere az nem jó. De ha túl közel, akkor meg el fog menekülni tőled. Tehát ki kell találni egy jó távolságot. Ez az, amit én még nem találtam meg, egy jó távolságot, hogy akkor sikeresen bevigyük a Chaos Sphere-t. Várjál, ott...
Mindig egy kis életcsík. Látod, hogy ott az életcsík? Szedjük le, akkor le lehet. Nice shot! Szép lövés. Ez volt a gyenge pontja. Jó, Chaos Control. Azt be tudjuk. Ellene. A Chaos Sphere-t most fel tudjuk tölteni. Aha. Sphere. De nem vitt. Alig lett vitt le életpontot. De ott oda a személyhez kell támadni, vagy gyenge pont. Chaos Control. Hát ez most kemény ez a boss. Kemény. Alig lehet sebezni. Shadow, hallasz engem? Azt mondja, bejutott a helyszínre az a gáz. Most beszél itt nekem Eggman is. Már ez sikerült. Sikerült a Chaos Control, meg ott a szemére lehet leülni, nem? Vagy valahol ott az előbb sebződött. Várjál. Ott csak a célzás arra sok sziklára megy rá. Chaos Sphere, innen. Hadd halljam. Chaos. Az... hát ilyenkor nem tud elmenekülni, de sebzés se olyan. Ja, bár ott van a szeme. Az egyik oldalt van szem, másik oldalt meg nincsen. Várjál csak akkor innen Chaos. Várjál. Sphere. Nem tudom oda küldeni. Mindjárt vele. Jó lesz, most már látom. Azt kell becélozni. Csak ott vannak az ilyen védelmi dolgok. Várjál, innen először meg kell tisztítani, mert itt a sok ilyen, amire másra célozna. Várjál, most egy kilövés, gyerünk egy Chaos. Chaos Sphere kellene, csak tüzel. Várjál, még egyszer. Elmenekült, jó, most már legalább tudom. Shadow, te vagy az Ultimate Life Form, igaz? Neked folytatnod kell az utad. Jó, akkor menjünk. Reméljük akkor sikerül legyőzni mindenkit. Sonic is, Amy is, Eggman, mindenkit így telefonálgat, vagy nagy rádiónak ad elérni minket, és sikerül is nekik, tehát beszélnek itt velünk, vagy a Chaos Sphere-t költsük fel, és akkor oda a személyre ki tudjuk lőni. Ez a Chaos Control pedig így lelassítja az időt, hogy ilyenkor jól be tudjuk célozni, csak az első támadás utána úgy hátrahőköl. Ez lehet az utolsó esély, hogy beszélek veled. Mert amit mondtam, hogy én hoztalak létre, az egy hazugság volt. Mindenki úgy gondolta, hogy meghaltál az incidensnél, de én megmentettelek téged az egyik robotommal, és elveszítetted az emlékedet, ennyi. Te tényleg, te vagy az Ultimate Life-on, amit a nagyapám hozott létre. Akkor Eggman elmondta az igazságot. Akkor nem halt meg Shadow, hanem ott megmentette Eggman végül, úgy döntött, hogy megmenti. Na kiderült az igaz... De jó! Ennek most örülök. Így állt össze a kép. Na jó, győzzük le akkor ezt a Devil Doom-ot. Oké, a lebecsültelek téged. Félig levittük a HP-ját, ez már valami. Lássuk lesz-e változás. Ajaj, abban van változás, hogy alig van gyűrű. Ja, de... és már alig dobnak fel lufikat. Ugyanis egy lufi van, amit ott úgy feldob, és azt el kell érnem azon, mennyi? 20 darab gyűrű, és többet nem látok. Tehát az elején még bőkezű, de utána már nem, úgyhogy bele kell húzni, ügyesebbnek kell lenni, mert már nincs idő a szórakozásra. El fog fogyni a gyűrű, amit ki tudok használni. A Chaos Sphere-t pedig most találjuk el. Jó, tudok egy Chaos Control-t, és akkor támadjuk tovább. Jó, sikerült. Ez lehetetlen. Én vagyok a nagyobb lény az univerzumban. Én egy halhatatlan életforma vagyok. Én vagyok az Ultimate Power. Devil Doom-nak annyi. Ez az. Super Shadow. 8-26 újra kellett kezdeni. Kemény harc. Na de akkor itt van Super Shadow. Ez itt a vége. Na ezek után mi a helyzet? Már csak egy dolgot kell tenni. Ja, ezt a hatalmas meteort. Wow, mit csinál? Hogy ezt a múltba tegyük. Chaos. Kontrolla. Hú, el is tüntette. Ez igen. Jó, kihajítja. Chat. Neki a Space Colony árknak? Ja, nem. Hanem az Eclipse Cannon. Figyelj. Boom. Jó.
Az igen, néhány darab, nehogy visszaessen majd Westopolisra, meg Central Cityre, ugye, boom! Oké, megcsinálta a Black Comet elpusztítva Shadow. Ez Finchy volt, reméljük, hogy jól van, biztosan jól van. Hey Shadow! És mi történne, ha visszakapnám a smaragdokat? Gyere csak elej! Figyelj! Az meg kergeteznek. Most már minden jó, tudod, nincsen Black Creature, nincs semmi gond. Ez az, meg itt is örülnek. A Commander megbocsátott vajon Shadownak? Mi újság a parancsnokkal? Milyen ironikus, igen? Ahogy mi viselkedtünk vele, ő mentett meg mégis. Hibásak voltunk a professzorral kapcsolatban. Dolgozzunk ennyit a béke és az egységét, a fényesebb jövőért. Mit mondasz, parancsnok? Kiváló ötlet, prezident. Oké, na nézzük. Még milyen extra sztori van itt. Viszlát örökké. Shadow the Hedgehog. Elbúcsúzik Shadowtól. A múltat maga mögött hagyta. És így. Milyen jó kis zongora. Így lezárni. Amilyen kezdet volt, szerintem aki játszik vele egy-két pályát, nem gondolja, hogy ez ennyire jól össze van rakva, ez egy összetett. Hogyha csak egy sztorit, bármelyik sztorit végigjátszuk, akkor csak úgy nézzünk, hogy mi ez a játék, mit csináltak Shadow-val. De ez a hivatalos befejezés. Ez a last way, ez az utolsó mód, ahogy mehetett a sztori, ez a fő szál, amit kigondoltak neki. Hát lehet, hogy voltak döntések a játékmenetben, a dialógusokban, ami nem feltétlen őszinte volt, hanem lehet csak azért, mert növekedett az életkora a Sonic rajongóknak, és akkor bum, na, akkor legyenek fegyverek, legyenek akkor egy-két olyan szavak, és hát ez elvitte lehet a felszínen, lehet, hogy ez van, és akkor ez maradt meg az emberekbe, de mélyen leásva, és teljesen végigjátszva. Ez egy jó játék. Nem mondom, nincsenek hibái, de azt mondom, hogy ez nem legalul van. Na, közel sem. Na, ez nem a legrosszabb Sonic játék. Vagy hát nem is tudom, olyan Sonic játék, amely azt mondom, ez egyáltalán nem jó, olyannal én nem nagyon játszottam még, lehet csak kihagytam. Minden esetre nem itt akarok most erről beszélni, hogy jó Sonic játékok vagy rosszak. Nekem tetszett, ezt kell tudnotok, de szerintem ezt is láttátok. A lejátszás listában ott van a teljes Shadow the Hedgehog végigjátszásom. Elég büszke vagyok rá, mert azért sokat kellett játszani ezzel a játékkal, de jó játék volt, érdekes sztori és megérte. Azt mondom, ez a last way megérte. Nagyon sok sztori dolog, játékmenet is jó volt, jó lezárás. Happy End! Ez igen! Találkozunk legközelebb!